Tolt Zoltán a Dombóvári rendőrkapitányságon teljesített szolgálatot, amikor néhány napja Gyulajról érkezett bejelentés egy férfitől, hogy udvarán valaki egy papírdobozba hagyott 3 kiskutyát. Tolt Zoltán kollégáival kiment a helyszínre. Ott megnézték a kutyákat, azok egészségesek voltak, mondta. 2 szuka kutyusról van szó egyébként, és egy kanról. Hát az egyik szuka nagyon virgonc volt, minden 3 ki akart jönni a dobozból. Hála Istennek, szóval megnéztük a kutyusokat, épek sértetlenek voltak. És én Kis Andrással felvettem a kapcsolatot, ő a Dombóvári gyepmesternek a helyettese, és ő mondta, hogy sajnos a Dombóvári gyepmesteri telítettség miatt nem tudja őket fogadni. Az egyik kiskutyust egy helyi lakos fogadta be, a másik 2 a rendőr vette gondozásba. Az ebek kislánya javaslatára az Alex és Bianca nevet kapták. De kevés idő elteltével a Bianca nevet viselő kutya is gazdára talált. Az egyik szukakutyust, őt az osztályvezetőm, a Dombóvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője Molnár Zoltán fogadta örökbe tőlem. Neki hozzátartozik a párja, szintén nagy állatvédő, nekik van egy középtermetű kutyusok, ő is menhelyi kutyus, és hát mindkettőjüket nagyon meghatott ez a történet. A dombóvári rendőrnek 2 nagy német juhásza van otthon, akik még nem barátkoztak meg a befogadott kankutyával, ezért neki még gazdát keresnek.